pénz, de honnan? A termelő és a feldolgozó tevékenységet végző vállalkozások számíthatnak jelentős uniós forrásra 2020-ig. Újjáépítés. 8 hónapnyi várakozás után ezen a héten kezdődött el a megrongálódott Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola helyreállítása. Kezdődik a baby boom. Ritka nyársas antilóp született a Nyíregyházi Állatparkban. A termelő és a feldolgozó tevékenységet végző vállalkozások számíthatnak jelentős uniós forrásra 2020-ig. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Kapacitás bővítésre, innovációra, energetikai beruházásokra és a családi gazdaságok fejlesztésére is jut támogatás. 12 ezer milliárd forint uniós fejlesztési forrást használ fel Magyarország. Soha ennyi vissza nem térítendő támogatás már nem érkezik hazánkba ezt követően, hangzott el a Pénz, de honnan című konferencián Nyíregyházán. Ha van is ötletük, nem mindig tudják a kis és közepes vállalkozások, hogy mire pályázzanak, milyen programban tudják fejlesztési terveiket megvalósítani. A projekt megfogalmazás szakasza van a vállalkozók részéről. Itt elsősorban a vidékfejlesztésben, ugyebár abban törekszünk, hogy a meglévő munkahelyeknek a megőrzése, új munkahelyeknek a létesítése, és elsősorban a KKV-k, a kis és közepes vállalkozások, családi gazdaságoknak a támogatása élvez prioritást. A vidékfejlesztési program 138 milliárd forintos keretéből az élelmiszer- és feldolgozóipart kiemelten szeretnék támogatni a megyében. Eddig 4,3 milliárd forintnyi pályázati felhívás már megjelent ebben a programban, de a KKV-khoz a TOB-ból is kerülhet fejlesztési forrás. Az önkormányzati fejlesztésébe természetesen mindenképpen be tudnak kapcsolni a vállalkozások, hiszen kivitelezőként rögtön, mint szereplő belépnek ezekbe a fejlesztésekbe, illetve a fejlesztések megvalósításába, és a paletta az nagyon széles, hiszen egyrészt az önkormányzati energetikai korszerűsítésbe, az épületek felújításába lesznek lehetőségek, megújuló energiaforrásoknak a bekapcsolása az energetikai hálózatba, emellett önkormányzati szociális fejlesztések, szociális alapszolgáltatások fejlesztése, konyha felújítás, étkezés, nappali szociális ellátás, óvodai, bölcsődei épületeknek a fejlesztése. Sok éves kihagyás után a korábban félbehagyott beruházásaikat is be tudják fejezni a vállalkozások. Minden pályázaton többszörös a túljelentkezés. Az alaposan kidolgozott, magas pontszámú kérelmek fognak nyerni. A GINOP-ban 1000 milliárd forint a keretösszeg, 50 pályázati felhívás várható. Vannak már megjelentek, és lesznek újabbak is. Jellemzően a termelő-feldolgozó tevékenységet folytató, vagy ilyen tevékenységet indítani készülő vállalkozások számíthatnak jelentős forrásokra. Igaz, hogy felfüggesztés alatt van most jelenleg ez a pályázat, viszont újranyitását tervezik, átdolgozva újranyitják ezt a pályázatot, kapacitásfejlesztés, a termelési kapacitások bővítésére, eszközfejlesztésre, gyártóeszközök fejlesztésére. Saját ötletét valósította meg ez a nyíregyházi cég 2013-ban egy uniós pályázat segítségével 1 millió euró értékű stancológépet vásárolhatott. Ez adott nekünk lehetőséget arra, hogy a csomagolóanyag gyártásba komoly szereplőként részt tudjunk venni. De működik, tehát bejött az elképzelésünk egyébként. Mondhatnám úgy is, hogy bajba lettünk volna, ha nem jön be az elképzelésünk. A beruházás óta egyébként 40%-kal nőtt a cégnek a létszáma, és 60%-kal az árbevétele. A cég vezérigazgatója elmondta, ha a nyomdaiparban az új technológiák bevezetése és cseréje elengedhetetlen, úgy véli, az uniós lehetőségek bővülnek, viszont a pályázatok komoly szűrőn mennek át. Végre elkezdődött a Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola felújítása. 8 hónappal ezelőtt, tavaly júliusban szakította le a tornaterem feletti tetőt a vihar. Az iskola igazgatója abban bízott, hogy 1-2 hónap elég lesz a felújításra, de a fenntartó Klik csak fél évvel később írta ki a közbeszerzési eljárást. A település polgármestere azt mondta, az önkormányzat intézhette volna az újjáépítést, már rég készen lenne a tető. Az építési törmeléket gyűjtik össze a munkások az iskola tetőterében. Közben a gerendákat és a tetőt szerelik a többiek. A héten kezdődött a munka az intézményben. Az igazgató azt mondta, a tanítást nem zavarja a felújítás. Egy rész van leválasztva az iskola udvaron, ahova a gyerekek nem mehetnek balesetveszély elkerülése véget. A többi helyen ugyanúgy mozognak a gyerekek, mint ahogyan eddig is tették.
órákat pedig egyelőre nem befolyásolja, mert kívülről hordják az anyagot, kívülről történnek a munkálatok, így a tanítási órákat ezek nem befolyásolják. Tavaly nyáron szakította le a vihar az iskola tetejét, így nézett ki az egyik tetőtéri terem a pusztítás után. Gyakorlatilag leszakadt a mennyezet, a hőszigetelő paplan alulról is látszott. Aztán teltek a hónapok. Augusztusban arra számított az igazgató, hogy hamarosan új tető kerül az iskolára, de nem történt semmi. Elmúlt a szeptember és az október. Novemberben jelent meg az új közbeszerzési törvény. Ezek után végre a fenntartó tankerület kiírta a pályázatot. Februárra lett eredménye a kiírásnak, és márciusban elindulhatott a munka. 8 hónappal azután, hogy a vihar leszakította a tetőt. Vásárosnamény polgármestere azt mondta, ha az önkormányzat irányíthatta volna a munkát, jóval hamarabb végeztek volna. Ha és amennyiben ez a lehetőség az önkormányzatban maradt volna, október 1-től tanítás van, de örüljünk annak, hogy bár a időmalma és Isten valami lassan rölnek, de végre megépül, és végre a helyére kerül minden, és újra tető lesz az ötvös iskolán. Így néz ki a magasból a felújításra váró tető most. A kivitelező azt ígérte, hogy a munkajavát a tavaszi szünetben elvégzi. A beruházás 36,2 millió forintba kerül. Úgy tervezik, hogy május végére elkészül a helyreállítás. A jövő tanévben így nem kell a vásárosnemény iskolások egy részének a szomszédos művelődési házba járni tanórákra. 73 ezer olyan idős ember él ma Magyarországon, akinek a nyugdíja nem éri el az 50 ezer forintot havonta, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján Korózs Lajos. Az MSZP országgyűlési képviselője kiemelte, 7 éve nem emelkedett az öregségi nyugdíj minimum, az összeg még mindig 28.500 forint. A politikus hozzátette, a szociális helyzetet az is nehezíti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy a határmenti településekre egyre több külföldi jelentkezik be a különböző juttatások, segélyek vagy akár a magyar nyugdíj reményében. Balogh miniszter úr nekem egy pár héttel ezelőtt levélben megválaszolta, hogy ma már 10 milliárdos nagyságrendű a nyugdíj kifizetések mértéke, amelyet volt ukrán állampolgároknak fizetünk, azért, mert még mindig van egy 1962-es szociális biztonságról szóló szerződés érvényben, amelyet szerintem Magyarországnak régen föl kellett volna mondania. A másik borzasztó nagy teher szerintem az, hogy a különböző szociális juttatásokért jönnek, tucatjával jelentkeznek be, főleg romos házakat vásárolnak meg. Én láttam olyan házat, ahová 17-en vannak bejelentkezve, de hát szemmel láthatóan ott nem élt senki. Ráfutásos baleset történt ma reggel a 4-es számú főúton Újfehértó és Téglás között. Egy személygépkocsi lassítani kezdett, a mögötte haladó autós még időben le tudott fékezni, ám a harmadik jármű már nem tudott megállni, összetolta az előtte haladókat. A balesetben 3-an sérültek meg, őket a mentők kórházba szállították. A műszaki mentés idején a főútvonal forgalmát váltakozó irányban engedték a rendőrök. Ritka antilop született a nyíregyházi állatparkban. A 2009 óta Nyíregyházán élő nyársas antilop tenyészpár új utódján ma végezték el az első orvosi vizsgálatokat. A borjú igazi ritkaság, mert a faj egyedei Magyarországon csak a sóstói kertben láthatóak. Most már 4 nyársas antilop él Nyíregyházán. A nyíregyházi állatparkban több olyan ritka állatot is láthatnak a látogatók, amelyek Magyarországon csak itt élnek. Ilyen a nyársas antilop is. Tegnap éjszaka eggyel gyarapodott az antilop család. A kis borjú anya 8,5 hónapnyi vemhessége után látta meg a napvilágot. A kis antilop születése után pár órával már lábra állt. Egy általános vizsgálaton esik át a kis állat. Ezt követően is még visszaengedjük az anyjához, hogy tudja szoktatni, illetve gondozni. A kis állat érkezésére február óta készültek. Az első orvosi vizsgálat után kiderült, hogy az új utód Bika. Az első orvosi vizsgálat során állapítjuk meg az ivarát, illetve lefertőtlenítjük a köldökét. Ez a fertőzések megelőzése érdekében rendkívül fontos. Az anyját ilyenkor külön kell választani, hiszen támadhat. Ő nagyon hosszú, akár 120 centis szarva is lehet egy ilyen nyársas antilopnak. A borjú rejtőzködik, az anyja szándékosan rejti el, hiszen csak etetés alkalmával tér vissza az elrejtett borjúhoz. Ilyenkor megszoptatja. Az orvosi vizsgálathoz tartozik továbbá még, hogy megnézzük, hogy szopott-e az állat. Ez valószínű, hiszen a gyomrában is érezhető egy valamilyen teltség, a szájában is látható tejmaradvány, illetve az anyának a tűgyén is látható, hogy szopott valószínűleg.
Az ivarérett nyársas antilopok különleges szarvuk és szőrzetük miatt a trófeavadászok kedvelt zsákmányai, fennmaradásuk ezért is veszélyeztetett. Nyíregyházán nem az új kisállat az első itt született példány, a tenyészpárnak korábban is volt már utódja. Dél-Afrikában élő fajról van szó, 2009-ben érkezett ide egy tenyészpár, ez már a második borjuk. A picinek most még teljesen más a színezete, mint az ivarérett állatoknak, hiszen az ő legnagyobb dolga most is feladata az, hogy rejtőzködjön. Az anyukája többször elfekteti, és naponta többször jár hozzá vissza szoptatni. Ha megnézzük a hímet és a nőstény ivarérett állatot, akkor látható, hogy teljesen más a szarvuk, hiszen a hímnek vaskosabb és rövidebb, míg a nőstények sokkal hosszabb. A most született antilopnak egyenlőre még nincs neve. Az állatparkban Bonából egy hónapig nem ad nevet az új kisállatoknak. Nagy csütörtökre, Jézus utolsó vacsorájára emlékeztek a fogvatartottak a tiszalöki börtönben. A rendhagyó ökumenikus istentiszteletről a folytatásban szólunk, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Négy tengeren túli játékossal a keretében a bajnoki döntőt célozza meg a jövő hétvégén induló Hungarian Football League-ben a Nyíregyháza Tigers. 12 pontos vereséget szenvedett Debrecenben a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese a Deac-tól kapott ki 88-76-ra. Nagy csütörtökre, Jézus utolsó vacsorájára emlékeztek a fogvatartottak a tiszalöki börtönben. Az ünnepre egy orgonát adományozott a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az ökumenikus istentiszteleten részt vett Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke is. Mert ő nélkül a semmiek, és soha semmit nem tudunk lenni. Hitükről beszéltek a fogvatartottak Fekete Károly református püspöknek. Ez egy különleges, úgynevezett apakkörlet a tiszalöki börtönben. Így csak vallásos fogvatartottak vannak. Ez egy nagy kegyelem számunkra, mert ugye a világi ember, ő nem adja ma oda magát Istennek, nem is veszi jó névvel. Sokszor gúnyoltak bennünket a Biblia miatt, itt viszont nincsen szó sincs erről. Ilyen körlet csak Tiszalökön és Vácott van Magyarországon. 15 fogvatartott tölti itt büntetését. Az itt élő emberek valóban a saját maguk által felállított regula alapján, saját maguk által felállított krisztusi szabályok alapján tényleg igaz hittel olvassák a Bibliát, igaz hittel élik a mindennapjaikat, és hát legyen elég csak annyit mondani, hogy az egy év alatt, amit ők eltöltöttek ezen a körletrészén, itt fegyelemsértés például nem történt. Először kísérte orgona zsoltár éneket a tiszalöki börtönben. A református szeretetszolgálat adományozta hangszert az intézménynek. Ez az orgona pedig pont nagy csütörtökön kerül ide, ez ebben azért jó, mert ilyenkor a harangok Rómába mennek, az orgonák pedig a börtönbe jönnek azért, hogy felvidítsák azokat, akik hát itt néha játszani is fognak rajta, hogy együtt énekelnek, és mi azt kívánjuk, hogy ez minél tovább hangozzék. Az új orgonát Fekete Károly, a tiszántúli református egyház püspöke szólaltatta meg. Az egyházi vezető azt mondta, a börtönben különleges hangsúlyt kap a húsvéti bűnbocsánat. Sokkal mélyebben érinti őket, sokkal fontosabb nekik, óriási figyelem volt, és egy olyan légkör, amelyik arról árulkodott, hogy az Istenre szorult ember, az mindegy, hogy börtönben van vagy kint van, az Istenre szorultságát, ha megéli, akkor abból nagy változások lehetnek. Az a reménységünk, hogy aki az evangéliumot meghallja a börtönben, az kint, a szabad életben egészen másként fog majd élni. Ökumenikus istentiszteleten emlékeztek ma a fogvatartottak nagy csütörtökre, Jézus utolsó vacsorájára. Azt tervezik, hogy áprilisban felszentelik az új görögkatolikus kápolnát is a tiszalöki börtönben. Katona József Bánkbán című művének átiratával léptek a közönség elé a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium színjátszó körének tagjai a Bencsvillában. A 2011 óta működő társulat az elmúlt években nem csak a megyeszékhely rendezvényein mutatta meg tehetségét, 2015-ben egy gyulai fesztiválon a zsűri külön díjjal jutalmazta produkciójukat. A nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium diákjai számára Katona József Bánkbán című drámája ebben a tanévben bizonyára sokkal több, mint egy kötelező olvasmány. A diáknapon mindannyian részesei lehettek az előadás premierjének, így az irodalomórákon egyszerűbb lesz majd megérteni a mű történetét és bonyolult nyelvezetét. A színjátszókör a diákok kezdeményezésére 2011-ben jött létre az iskolában. A csoport tagjai gyakori fellépői a városi rendezvényeknek.
két évente Gyulára, az Erkel Diák Fesztiválra is elutaznak. Az elmúlt évben Tasnádi István Rovarok című produkcióját mutatták be, amit a zsűri külön díjjal jutalmazott. Az idén a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a 25 tagú csapat a Bentvillában is fellépett. A művet Szabó Borbála dramaturgát dolgozásában állította színpadra a színjátszókört vezető Ferró Csaba és Mikó Gyöngyi. Vannak benne olyan problémák, amiről nagyon sokat kellett beszélni, hogy megértsék, hogy egyáltalán mit is játszanak. Inkább azt mondanám, hogy a nagy terjedelem okozott nagyobb gondot a diákoknak, hisz mi nem drámatagozatos iskola vagyunk, a gyerekek valóban amatőr színjátszók, akik a délutáni szabadidejüket áldozzák fel, és készülünk nagyon sokat ezekre az előadásokra, de nagyon lelkesek, szívesen vesznek részt ezeken az órákon, és mindez úgy gondolom, hogy a produkción is meglátszik. A Bánkbánt alakító Ince Ákos már 4 éve tagja a színjátszókörnek. Bár az idén már érettségizni fog és egyetemre készül, szabad idejét mégis szívesen tölti szövegtanulással és próbákkal. Úgy gondolja, az ott tanultakat az élet más területein is sikerrel használhatja. Ezt magamon érzem, hogy jobban tudok kiállni, nyíltabban tudok beszélni bármiről. Ez szinte minden órán egyszerűbb, hogyha kihívnak felelni biológiába, még a endoplazmatikus retikulumot is szebben mondom ki. A következő tanévben ismét a Gyulai Fesztiválra készül majd a színjátszókör, ahol egy vidám, fiataloknak szóló előadással fognak fellépni. Négy tengeren túli játékossal a keretében a bajnoki döntőt célozza meg a jövő hétvégén induló Hungarian Football League-ben a Nyíregyháza Tigers. Az amerikai foci bajnokság legmagasabb osztályában 6 együttes harcol majd az érmekért. Az elmúlt szezonban a bajnoki elődöntőig jutott a Nyíregyháza Tigers, amely az idén legalább egyre szeretne előrelépni, azaz a döntőbe jutást tűzte ki célként maga elé a Szépe József által irányított együttes. Ehhez garanciát jelentett az, hogy a legutóbbi 28-al szemben 50 játékos alkotja a keretet, amelyben megduplázódott, azaz 4-re nőtt az amerikai játékosok száma. Talán az elmúlt 5 év legerősebb keretével sikerül nekivágnunk. Nagyon bízom abban, hogy ez az eredményekben is meg fog mutatkozni. Idén 4 importjátékos áll rendelkezésünkre, és én azt gondolom, hogy a tavalyi elődöntős szereplést a minimális elvárás, hogy döntősre cseréljük. Az irányító Sam Clark először szerepel Európában, míg a futójátékos Darrell Tate a legutóbbi döntős Budapest Wolves csapatától érkezett a Tigrisekhez. Már tavaly Nyíregyházára szerettem volna igazolni, de akkor ez nem jött össze, viszont jó kapcsolat maradt a csapattal és az itt játszó amerikai játékosokkal. A holt szezonban úgy döntöttem, hogy ismét Magyarországra igazolok, és mivel tetszett a Tigers felépítése, szerkezete, a csapat által felvázolt jövőkép, valamint vonzott a kihívás, elköteleztem magam a nyíregyháziak mellett. A két visszatérő légiós, Jamar Diaz és Caesar Harris a mezőny ismeretében bízik abban, hogy a szezon végén aranyérem kerül a nyakukba. Véleményem szerint dominálni fogunk a ligában. Miénk a legjobb védelem, a legjobb támadósor, nálunk játszanak a legjobb elkapók. Nagyon erős a keretünk, így bízom benne, hogy megszerezzük a bajnoki címet. Az alapszakasz 5 meccséből 2 idegenben, 3 hazai környezetben lép majd pályára a Tigers. A nyitófordulóban április 3-án a Miskolc Steelershez utaznak a nyíregyháziak, akiket április 24-én a Budapest Wolves ellen láthat először az NVSC pálya közönsége. 12 pontos vereséget szenvedett Debrecenben a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese a Deactól kapott ki 88-76-ra. A nyíregyházi kosarasok pénteken Miskolcon a Meavc 2 ellen lépnek pályára, majd a hónap végéig még 3 újabb meccs vár az NB2 újoncára. Tekintve, hogy a nyíregyháziak a többieknél később csatlakoztak az NV2 keleti csoportjának mezőnyéhez, márciusban besűrűsödött a csapatprogramja. A Deac elleni meccsnek a Sunshine Nyikse lett volna a házigazdája, de teremgondok miatt végül Debrecenben mérkőzött meg egymással a két csapat. Az első találkozón elszenvedett 50 pontos vereséghez képest jól helytáltak a fiatalokat felvonultató vendégek, akik az első negyed kivételével tartani tudták a lépést a végül 12 pontos győzelmet arató házigazdával.
Mint minden csapatjátékban azért a mérkőzések összehozzák a játékosokat, a csapatjátékot tudunk fejlődni védekezésben is, támadásokban is. Nem kifogásként, de azért tudni kell, hogy a csapat egy jó része középiskolás negyedikesekből áll, akik már az érettségére készülnek, és egyre nehezebben összeegyeztethető, de azért minden elismerésem a fiúki, akik az edzésen is és a mérkőzéseken is maximálisan oda teszik magukat. A nyíregyháziak pénteken Miskolcon a tabellán közvetlenül mögöttük álló Meavsz 2 otthonában lépnek pályára. Az előző eredményeket figyelve hazai pályán, mint általában a legtöbb csapat jó eredményeket érnek el, tekintve arra is, hogy NB1B-s csapattal rendelkezik a Meavsz, és többen lejátszanak az NB2-ben is. Jövő hét közepén ezen a héten már befejeződik az NB1B alapszakasza, tehát az NB1B-s játékosok is ráérnek a mérkőzésen, úgyhogy úgy számolunk, hogy erős keret ellen játszunk, tehát igyekszünk a lehető legjobbat, a győzelem reményében utazunk az ellenfélhez. A nyíregyháziakra a miskolci fellépésen kívül még 3 meccs vár március 31-éig. Az már biztos, hogy 30-án Békés Csabán játszanak Horváth Bencéig, a Cegléd elleni hazai, illetve idegenbeli mérkőzés időpontja azonban még kérdéses. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. A termelő és a feldolgozó tevékenységet végző vállalkozások számíthatnak jelentős uniós forrásra 2020-ig. Kapacitásbővítésre, innovációra, energetikai beruházásokra és a családi gazdaságok fejlesztésére is jut támogatás, hangzott el a Pénz, de honnan című konferencián Nyíregyházán. Végre elkezdődött a Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola felújítása. 8 hónappal ezelőtt, tavaly júliusban szakította le a tornaterem feletti tetőt a vihar. Az iskola igazgatója abban bízott, hogy 1-2 hónap elég lesz a felújításra, de a fenntartó klik csak fél évvel később írta ki a közbeszerzési eljárást. Ritka antilop született a Nyíregyházi állatparkban. A 2009 óta Nyíregyházán élő nyársas antilop tenyészpár új utódján ma végezték el az első orvosi vizsgálatokat. A borjú igazi ritkaság, mert a faj egyedei Magyarországon csak a sóstói kertben láthatóak. Most már 4 nyársas antilop él Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látták március 24-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, addig is tudósításainkat megtalálják honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, péntek estig a Kárpát-medence fölé eleinte többnyire száraz, hideg, majd kissé nedvesebb, fokozatosan enyhébb léghullámok érkeznek. Éjjel eleinte időnként megnövekszik a felhőzet, majd derült idő várható. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában -4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, általában több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű, a változó irányú szél helyenként megélénkül. Délutánra 9 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. A hétvégén, illetve a jövő hét első napjaiban változékony időre van kilátás, a hosszabb, rövidebb napos periódusok mellett többször megnövekszik a felhőzet. Jelentős csapadék nem valószínű, de elszórtan előfordulhat eső, zápor. Hajnalonként eleinte néhol még számítani lehet gyenge fagyra, majd kissé enyhébbek lesznek az éjszakák. Vasárnap néhány fokkal már erősödik a nappali felmelegedés.